Nem mindennapi technikával készült képek színesítik a Móri Zsigmond könyvtár falait. Az Óvilágító tornyok címet viselő kiállítás azokat az érdeklődőket várja, akik szeretnének látni egy speciális lámpákkal megvilágított, misztikus világot. Mindezt a sötétben. A kiállítás ötlete Mihálka Györgytől, művész nevén Bőröntől származik. Angyalokat festegettem, tehát így játszogattam mindenféle formával, tehát space hangulatokat fogalmaztam meg, tehát semmiképpen sem földi, anyagi dolgokat fogalmaztam meg, hanem inkább ilyen légies, űri dolgokat, repülő piramisok, meg repülő fák, meg mit tudom én, tehát ilyen játszottam. A kiállítás megnyitóját élő testfestés és a Princess Ballett iskola növendékeinek különleges koreográfiája színesítette. Az Átutazók Művészeti Egyesület által létrejött kiállításhoz egy szentendrei alkotó is kapcsolódott, Sipeki Péter nyíregyházi fotós képei és a győri Pap Norbert festményei is láthatóak a tárlaton. Mindenképpen UV fény alatt kell csinálni éjszaka sötétben, és ez egy kicsit ad egy ilyen misztikus aurát már az egésznek, plusz meg a képek témája és inkább a misztika felé hajlik, úgyhogy ez a kettő így kéz a kézben jár, igen. Sokat ad hozzá alkotás közben is ez a elmélyüléshez. A művészekkel hosszabb interjút és még több képet a péntek esti Weekend című műsorunkban láthatnak.